Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Héten ünnepeltük Szent Márk evangélistát. Ez az ünnephez társul az is, hogy itt a tavaszban vetéseket áld meg az egyház, a vetések zsengéjét, amit a határból, tolna mellől mi is behoztunk most ide a templomba az Úr oltára mellé. Évszázadokkal ezelőtt, amikor svábokkal telepítették be ezt a várost, ha éppen nem iparosok voltak, akkor egészen bizonyosan földműves emberek, talán többségében is. Aztán a történelem viharaiban az ide telepített székelyek, felvidékiek, délvidékiek, ahogy éppen vagyunk. Megint csak sokszor földművelésből élünk, mint a mai napig. Az ember és az őseink becsületes munkából éltek, szorgalmas emberek voltak, és hívő emberként azt is tudták, hogy az valóságnak csak az egyik oldala az, hogy én becsülettel elvégzem a munkámat. Ehhez kell az Isten áldása is, mert a teljesség így alakul ki. Mi is szeretnénk most imádkozni határban lévő vetésekért, az emberi munkáért, Isten áldásáért. Ha nem is bővelkedve, de legyen mit majd ennünk, legyen mit majd megosztanunk egymás között is. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk! Egykor szolgád Mózes által meghagytad Izrael fiainak, hogy Egyiptom földjéről távozva, azon a földön, melyet mutatsz nekik, terményeik zsengéjét áldassák meg a papokkal. Így kérjük mi is irgalmas segítségedet e vetésekre, hogy azokat a jég el ne verje, a szél meg ne döntse, a vihar el ne sodorja, a hőség ki ne égesse, káros esőzés el ne pusztítsa, hanem e zsenge vetéseket, melyeket a meleg és az eső által nevelsz, áraszt el áldásod bőséges harmatával, és őrizd meg a termés beéréséig. Add, hogy néped mindig hálás legyen ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők bőséges jókkal teljenek be, s a szegény és szűkölködő is zengje dicsőséges nevedet, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
vasárnapi szentmisénket a Loridon és a Bán család elhunyt tagjaiért mutatom be. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tedd tökéletessé bennünk a húsvéti szentséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bőtermést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor megtérése után Saul Jeruzsálembe ért a tanítványokhoz akar csatlakozni, de mind féltek tőle. Nem hitték el, hogy tanítványjá lett. Végül Barnabás mégis maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz. Elmondta neki, hogy Pál látta az úton az Urat, hogy az Úr mit mondott neki, és hogy ő milyen bátran kiállt Damaszkuszban Jézus ügye mellett. Pál ezen túl velük járt kert Jeruzsálemben, és nyíltan beszélt az Úr nevében. A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába szállt velük. De azok az életére törtek. Amikor ezt a testvérek megtudták, Cezáreába kísérték, majd onnél Tarszuszba küldték. Az egyház egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett. Megerősödött az Úr félelmében élt, és a Szentlélek segítségével egyre terjedt. Ez az Isten igéje. Thank you.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Isten hozott mindenkit. Ma is Jézus kijelenti magát, én vagyok kezdettel. Múltkor a jó pásztorként, most pedig a szőlő tőkéknek a képével. És Istent a szőlős gazdához hasonlítja. Mai időben vannak, akik bokor alapján, karóval művelik a szőlőjüket, de sokan vannak, akik éppen lugasba húzzák a szőlőjüket. Ez az utóbbi ránk vonatkoztatva azt is jelenti, hogy mi emberek is irányba vagyunk állítva. Lugas ezt jelenti, hogy már nem tud terjeszkedni a szőlő bármerre, hanem csak a lugas drótjain mentén. Mindannyiunknak van hivatása, vagy ahogy a régiek mondták ezt, állapotbeli kötelességünk. Ilyen a házasság, papság, szerzetesség, de az otthon élő szűzi állapot is ugyancsak hivatás. Bármelyikre gondolok, tulajdonképpen egy ilyen irányba állított elköteleződés. Ez is, az is, meg a harmadik is. Hogy így fogok élni. És ha a szőlőt egyszer lugasba húzták már, akkor nem fog bokor módjára tovább növekedni.
csak a drót mentén. Isten mindenkit meghívott arra, hogy egy megfelelő, adott, konkrét életállapotban éljük meg a szeretet misztériumát. És a hivatás az a forma, bármelyik lehet, ahogyan az életemet én odaadom másoknak. Lugasba húzzák a szöllőt, és így adja a termést, ráadásul így tudja a legtöbbet kihozni magából. Nekem is az életem hivatása, ez az irány, meghatározottság, hogy a legtöbbet így tudom adni. Aztán hadd érintsem azt is, mert nagyon is megtörténik, hogy az ember identitás válságba kerül. Ez akár több hullámban is jöhet, szóval az ember élete a színusz görbe alapján, hol ilyen, hol olyan fázisba jut. És mindig vannak ezek a lenti pontok. Pszichológia aztán beszél az élet közepi krízisről is. Ez is aztán meg tudja gyötörni az embert. Például abban, hogy már éveket, évtizedeket a hivatásomban élve iránya van az életemnek, de hogy jól adtam-e oda magamat, jól nősültem-e, jó helyre mentem férjhez, jó ez, hogy pap lettem, vagy hogy éppenséggel otthon vagyok, szüzi állapotban élve. És elő tud jönni ez a krízis, hogy kezdek kikacsingatni, hogy biztos, hogy jó volt ez. És itt az egzisztencia, az élet kérdőjeleződik meg. Nyilván annyit érdemes tudatosítanunk, hogy ha ilyen krízis előjön, ez kísértés. Ha egyszer én már odaadtam az életemet, döntöttem, irányban van, lugasba húzták már az életemet, akkor az úgy van jól. És ez a döntésem, ez a lugasba húzásom pontosan segíteni tud abban, hogyha ilyen kérdőjelek, krízisek jönnek, hogy átlendüljek rajtuk. Mert ez az életem alapvető meghatározottsága, amin keresztül tudok üdvözülni, és amin keresztül tudom önmagamat szétosztani. Aztán egy másik metszésről is beszél Jézus a példázatban, hogy a gazda ágakat vág le a szőlőjéről, és ezt radikálisan teszi. Külső szemmel nézve a metszéseknél olyan csúffá lesz a növény. Néha mi is mondjuk, elvette az Isten, lemetszette rólam, veszteség ért. De van egy alapszabály, amit aranyszabálynak is mondhatunk,
hogy a szőlős gazda az Isten, aki most nem jó pásztor, hanem jó gazda, mindent azért tesz, mindent, hogy jobb és szebb legyen a gyümölcs, minőségibb legyen a termés. És nagyon sokszor az embert a nagy péntekjei tanítják meg arra, hogy azért van egy húsvét vasárnap is. Ott van ez a fájdalom, ez a metszés. És kétségtelenül fájdalom tud lenni a veszteség. De keresztények tudjuk, hogy nem önmagában a metszésben van a dolgoknak a vége, hanem február tájékán a gazda azért metszi a szőlőjét, hogy majd idővel később, szeptemberben, októberben legyen mit szüretelni. Hogy ez a szőlő ne fölösleges ágakat hajtson, hanem ténylegesen csak a gyümölcsre fókuszáljon. De jó lenne így látni életem nagy metszéseit, veszteségeit. Aztán egy másik dolog. Tavasz vége felé kifejlődnek az ágak, levelek. Szőlő elkezd nagyon sok ágon kapaszkodni a lugasba, sőt, kacsokat fejleszt. És ilyenkor jön a gazda, megint csak, és elkezdi a kacsokat letépni, növény tetejéről a leveleket is letépve, hogy minél több napfény érje a kezdetleges fürtöcskét, hogy szellősebb legyen a növény, hogy a szőlőfürt ne bújjon el a levelek mögé, és ne azzal foglalkozzon, hogy milyen ágakat, kapaszkodókat fejleszten ki, hanem csak a gyümölcsre, a fürtjeire irányuljon. Megint csak életünknek egy nagy kísértése tud lenni, hogy magunknak élünk, önző emberekként. Isten viszont nem kedveli az önzést. Maradjunk ennyiben. Isten nem szereti, hogyha valaki elrejti a karizmáit, értékeit, vagy csak magának akar szolgálni ezzel. Ha magunknak élünk csupán, akkor hamis kapaszkodókat keresünk. Pont ezeket tépi le a gazda ilyenkor. Életünk nem arról szól, hogy csak magunknak éljünk. Aztán még egy dolog. Egy becsülettel végig harcolt, küzdött élet után, vagy egy becsülettel, szorgalommal végig dolgozott év után, ott van szeptemberben, októberben a szüretnek az öröme. Aki volt már családi körben vagy barátokkal szüretelni, az tudja, hogy messze nem arról van szó, hogy egy edénybe összegyűjtjük a bogyókat, aztán kész a szüret.
A szüret az mindig egy nagyon mély találkozás is. Jó hangulatban, derűben, a munka során is. Vajon tudunk-e így nézni a halálunkra? Tudom, hogy most nagyon kontrasztos módon fogalmazok. Örömteli szüret, derű és a halál. Ugyanakkor hadd mondjam, hogy a teológiában a halál az valójában egy betakarítás. Maga a szüret. Hogy begyűjtjük a magokat Isten csűrébe, és Isten szőlőjét leszüretelik. Hogy én magam is majd egyszer megérkezem a mennyországba. Hogy ott leszek majd immáron, ahová mindig is vágyakoztam. Tudunk-e így a halálra gondolni? Mert így kellene. Hogyha tényleg egy szüretként éljük meg, egy végső megérkezésként, akkor a szüretnek a jókedvű, derűs hangulatához hasonlóan járja át a mi temetéseinket is a hála. Itt megint látszólag ellentmondásról beszélek, pedig nem. Akkor, amikor gyászolok, és nem csak a szemem sír, hanem a szívem sír, és ott van ebben a szívemben mégis a hála az iránt, akit most eltemetek ugyan, de akivel annyi minden összekötött, akivel a kölcsönös szeretetben gazdagíthattuk egymást, akit meg kell köszönnöm az Istennek. Ez a gyász és a hála, hogy egyaránt ott van az ember szívében, néha keveredik is, nem baj. Ez a valóság. Isten azt akarja, hogy mindenki az életét Jézus húsvétja szerint szemléje. Távolodunk már húsvét napjaitól, inkább közeledünk már a pünkösthöz, de ma húsvétot ünnepel az egyház. Húsvét 5. vasárnapjaként. Vagyis nem a nagypéntekkel ér véget a történet, hanem a föltámadással. Minden küzdelem és küszködés, ahogy azt is mondják, hogy a szőlő művelés az rabszolga munka, mégis megér mindent. Mert nagyon jó az, aminek végül is örülhetünk. Segítsen ez a vasárnap majd ebben a lelkületben élni, látni, gondolkodni, cselekedni húsvéti emberekként. És még csak annyit, hogy búza szenteléssel kezdtünk, itt az ige liturgiában a szőlő jött elő, most majd hamarosan az oltárhoz fogok lépni, mert hogy van kenyerünk, meg van szőlőből készült bor, és ez lesz majd az eukarisztia. Szükségünk van erre az isteni eledelre és italra. Hiszek egy Istenben, minden van, hogy van, meg ne is
Krisztus az igazi szőlőtő, s a keresztség által egyben nőttünk vele. Kérjük Istent, hogy életünkkel méltók lehessünk a keresztény névre. Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad által megígérted, hogy aki ő benne marad, az bő termést hoz. Kérünk add, hogy igazi szőlővesszők módjára belőle éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul. Isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét. A régi áldozatok helyett
kereszt halála lett a tökéletes áldozat. És üdvösségünkért fölajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong. Mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét s az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Visel szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük azon elhunyt család tagokról, akikért a szentmisét ma felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Pünkösdhöz közeledve Jézus a kapcsolatainkról beszél. Múlt vasárnap a jó pásztorról, meg a nyájáról. Ez egy olyan kapcsolat, ami 24 órás, éjjel-nappal. Ezt folytatja a mai vasárnap Jézus, sőt, fokozza. Mert a pásztor meg a nyáj egymás mellett van. De a szőlőtő meg a szőlővesző az egymásban. És ezt az egymásban létet mondja ki az Isten, ezt szeretné velünk. A szent áldozás is nem más, mint ő benne lenni, ő meg bennünk. Előtte Jézus szavaival így imádkozunk. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Tizedikén, pénteken tartjuk majd a Nepomuki Szent János ünnepséget. Itt is rendhagyó módon 6:45-kor kezdődik este a szentmise, benne a koszorúk megáldásával. Aztán 7 óra felé gyalogos körmenet indul, processzió a Dunához. Ott majd előbb lesz egy kis műsor, misztériumjáték, és a végén fogjuk megáldott koszorúkat, virágokat a Dunára ereszteni, megemlékezve az elhunytakról, akik a vízbe fúltak. Ez péntek. Aztán 11-én Gyűdön lesz a gyalogos zarándoklat, 6 órakor indulunk Tolnáról kocsikkal Pécsig, és aztán aki jönne, és az egészségi állapota olyan, hogy bírja is, az iratkozzon föl sekrestjében kitett papírra, tudjunk egymásról, tudjuk szervezni az utat. Püspöki mise az majd 3:45-kor kezdődik Gyűdön. Lehet úgy is, hogy nem gyaloglunk, mert nem bírjuk, de a püspöki misére oda megyünk. Aztán 12-én még ugyanaz a hétvége vasárnap.
Szekszárdon 4 órakor lesz Májer Mihály és Bíró László emeritus püspökök. 2 meg dupla ünnepi jubileuma. Délelőtt én magam is misézek, Mözsön is, Tolnán is, de délután szeretnék oda menni. Ha valaki úgy gondolja, hogy oda megy és nem ide, akkor ott fogunk találkozni, jó? Abba a vasárnapba belefér, hogy nem itthon, hanem ott leszünk. Együtt ünnepelve, imádkozva értük is. Hogy gyümölcsöző legyen az életünk, erre adom az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, menjetek békével.